azt mondtam az államtitkár úrnak, hogy nagyon jó volt hallgatni a beszédében azt, hogy a magyar állam, a magyar kormány képviselőjeként világosan különbséget tett a között, hogy nem a zsidó közösséget érte veszteség a 44-ben, hanem a magyar állam közreműködésével magyar emberek haltak halált. És éppen ezért nagyon köszönöm, hogy ebben egyértelműen fogalmazott, és azt szeretném kérni öntől, mint a magyar állam képviselőjétől, hogy legyen szíves, érje el azt a magyar kormánynál, hogy ne állítsák fel azt a szobrot, ami ennek a gondolatnak a szöges ellentétét fogalmazza meg. Ez az emlékműzőm az áldozatokra emlékezik. Azokra az áldozatokra, akiket 44. március 19-e után hurcoltak haláltáborokba. Ez azt jelenti, hogy emlékeznünk kell nyilván az előtti szenvedésekre, az előtti jogtalanságokra is. Ez azonban egy történelmi tényt szögez le, amely senkinek a felelősségét nem akarja elvitatni, de magának a történelmi ténynek kíván egy emléket állítani azáltal, hogy az áldozatokra emlékezik. Én meg azt mondom, hogy az méltatlan, hogy az emlékév napja nem lehet arról beszélni, hogy a magyar állam kormánya jelenleg egy történelemhamisító emlékművet akar fölhúzni március 19-én, ami ellentétes mindazon tapasztalattal, amit a vészkorszakkal kapcsolatban történészek hosszú évtizedek során már földolgoztak. Megkérem, hogy foglaljon helyet. Megkérem még egyszer, hogy foglaljon helyet. Ne zavarja meg az emlékünnepséget, méltatlan, még egyszer mondom, a túlélőkhöz és méltatlan az áldozatokhoz itt napi politikáról beszélni. Ez nem választási kampánygyűlés, ez egy megemlékezés.